Szerbusztok ismét! Itt vagyunk az Aeroparkban. Ez egy elég különleges helye Budapestnek. Ez az egyetlen olyan hely Budapesten, ahol még teljes életnagyságban lehet igazi malévos repülőgépeket látni, régi malévos gépeket, amelyek annak idején meg repültek, egészen a 90-es években, illetve a 2000-es évek elejéig. Nekem azért is kedves ez a hely, mert amikor elkezdtem a repülés iránt érdeklődni, akkor ezek voltak azok a repülőgépek, amelyeket gyerekként a repülőtér teraszából megbámultam, és fényképezgettem még az első fényképezőgépemmel. Azért jöttünk ide ki most, hogy azokat a dolgokat, amiket Tökölön az Ervin hangárban megmutattam nektek a kisgépeken, a nagygépeken is bemutassam, hogy mik azok a kormányszervek, amik a nagygépeken is ugyanúgy megvannak, mint a kisebb méretű kis testvéreim. Ahol most vagyunk, ez egy JAK 40-es. A JAK 40-es a 70-es, 80-as években volt egy nagyon-nagyon sikeresnek mondható könnyű szállító repülőgép gyakorlatilag itt a világ keleti felén. Ezt annak idején a Szovjetunióban az An-2-es típusú kétfedelű repülőgép kiváltására találták ki. Az An-2-es az egymotoros, kétfedelű, dugattyús, sokcélú repülőgép, ma még megtalálható különböző repülőtereken, ejtőernyős ugratnak vele. Miért vagyunk itt? Azért vagyunk itt, hogy azt, amit Tökölön mutattam, azt itt is elmutogassam nektek. Ugye mögöttem látható a repülőgépnek a szárnya. Azt ott elmondtam, hogy a szárnyon keletkezik a felhajtóerő. A felhajtóerő azért keletkezik, mert a szárnynak a felső, illetve az alsó fele között különbség van az ívben, és az az ív többek között meghatározza azt, hogy mekkora felhajtóerő keletkezik a szárnyon. Ezzel lehet látni, hogy ez egy sokkal íveltebb, vastagabb szárny. Ez azt jelenti, hogy ez a sokkal íveltebb, vastagabb szárny sokkal nagyobb felhajtóerőt hoz létre. Kell is, hiszen ez egy nagyon sok tonnás repülőgép, amit a levegőbe kell emelni, amit ugyanúgy ez a speciálisan ívelt fém darab hoz létre, ami tulajdonképpen a repülőgépnek a szárnya. Említettem, hogy a repülőgép szárnyán különböző mechanizációs berendezések vannak. A legfontosabb, ami a repülőgép fordulásához kell, a gép bedöntéséhez, a szárny végén látható csűrőkormány. Itt található a szárny belső felén a fékszárny, erről is beszéltünk. A fékszárny az a berendezése a repülőgépnek, amit azért bocsájtanak ki, hogy felszállás közben, amikor kisebb a sebesség, a repülőgép szárnyának nagyobb felülete, illetve nagyobb íveltsége legyen, ami kis sebességnél biztosítja a felhajtóerőt. És ugyanezt a fékszárnyat bocsátják ki leszálláshoz egy sokkal meredekebb, hátrábbi helyzetbe, amikor nem csak íveltséget növel, hanem egész egyszerűen légellenállása is lesz, mert az itt haladó légáramba a lehajló fékszárnyak ugye belekapaszkodnak, és ezért ezzel fékezik a repülőt. Ahol most vagyunk, vagy ahol én most vagyok, az a repülőgépnek a futóaknája, az a hely, ahol a repülőgép a kerekét behúzza. A nagygépek a kisgépektől abban is különböznek többek között, hogy a nagyobb sebesség miatt, illetve a kisebb légellenállás elérése véget a repülőgépek kerekeit behúzzák az erre alkalmas helyre. Ezt úgy hívják, hogy futóakna, ebben vagyok én most itt bent. A nagygépeket összehasonlítva a kisgéppel, ezen is megtalálhatók ugyanazok az elemek, amit a Tökölön mutatott repülőgépen. Itt is van egy rugóstag. Ennek a rugózását ebben a szárban elhelyezkedő hidraulikus dugattyú biztosítja. Ez vette föl azokat az erőket, amelyek leszálláskor ébredtek, amikor a repülőgép kereke a földhöz ért. Ez is ugyanúgy tárcsafékkel van ellátva, mint az a repülőgép, amit bemutattunk. Azzal a különbséggel, hogy azon a gépen egy tárcsa volt, mint az autókon, egy sima tárcs, fém acéltárcsa, amit ugye a fékmunkaengerek fékbetétekkel ugye megszorítanak. Ebben a repülőgépben több tárcsás fék van. A nagy gépeken általában 6-7-8 tárcsás fékekről beszélünk, és nem acélfékeket, nem csak acélfékeket használnak, hanem úgynevezett karbonfékeket is, ahol aminek a hatékonysága sokkal jobb. A szimulátorban lévő repülőgépek nagy része egyébként karbonfékes, tehát a nagygépeken már a karbonfékrendszert használják. A repülőgépek kis és nagygépeknél a fékezés hidraulikával történik, hasonlóan, mint az autóknál. A nagy repülőgépnek, tehát az utasszállító gépeknél az a különbség, hogy a fékhez való nyomást egy sokkal nagyobb nyomású fékrendszer biztosítja, míg a kisgépeknél a féknyomást a lábnál lévő fékpedál mögött lévő munkahenger vagy pumpa hozza létre, mint az autókban.
Itt viszont van egy nagy nyomású hidraulika szivattyú, mint az összes repülőgépben általában, és a pilóta lábával tulajdonképpen csak szelepeket nyit-zár, és szabályozza azt, hogy mekkora erővel fogjon a fék. Ezeken a repülőgépeken szemben a kisgépekkel általában van blokkolásgátló. Persze vannak már olyan méretű kisgépek, ezek az üzleti jetek, ahol szintén van már blokkolásgátló rendszer. Ugyanis ez a nagy fékevő, amit a pilóta ki tud váltani a hidraulikával, nagyon könnyen megfogja a kereket, és a repülőgép kereke pillanatokat elfüstöl, úgy szoktuk mondani, hogy szétfékezzük a kereket. Ezért fel van szerelve hasonló blokkolásgátló rendszerrel, mint az autókon. Ez biztosítja azt, hogy amikor a repülőgép földet ér, akkor a pilóta az optimális fékezést tudja biztosítani leszállás után. A kerekeket általában hidraulikával húzzák be. Ugyanaz a nagy nyomású hidraulika rendszer biztosítja a kerekek behúzását, mint amivel a repülőgépet fékezik. Ehhez különböző hidraulikus munkahengerek vannak a gép szárnyába felszerelve, amelyek biztosítják azt, hogy a repülőgép kereke a helyébe bejöjjön. A JAK 44-es farkánál, a gép hátsó részénél állva több érdekességet tudok mutatni nektek. A repülőgép kormányzására szolgáló berendezések. Két fontos dolgot lehet ezen a gépen itt hátul látni, mint minden gépen hátul. Látható a repülőgép függőleges vezérsíkja, illetve látható a vízszintes vezérsík. A függőleges vezérsík a függőleges tengely körüli mozgatáshoz, kormányzáshoz szolgál az oldalkormánnyal, illetve fönt található a vízszintes vezérsík a magassági kormánylappal, ami a gép bólintásának a beállításához szükséges. Emlékeztek, a kisgépen ez ugye testmagasságban volt nekem, és nem ilyen kialakítással volt. Ez úgynevezett T-vezérsík, ha szemből nézzük, ez egy T betűt formál. Ennek aerodinamikai megfontolása van. Van hagyományos vezérsík elrendezés, amikor a vízszintes vezérsík a törzsön oldalt van, illetve létezik a T-vezérsík, ami így néz ki. Ennek van megjelenésbeli hatása is, mert ez szerintem egy T-vezérsík az egy nagyon szép megjelenés kölcsönöz a gépnek. Azon kívül aerodinamikai hatása is lehet, különböző például a szárny nem árnyékolja le, a szárny körüli áramlás nem zavarja meg, vagy árnyékolja le például a vízszintes vezérsík körüli áramlást, ami egy bizonyos repülési helyzetben mondjuk kritikus lehet. Majd a vízszintes vezérsíkön található magassági kormánylapot a szarvkormány vagy a botkormány magam felé húzásával vagy magam eltolásával tudom szabályozni, ezzel szabályozom a repülőgépnek az emelkedését, ugye az állásszögét, illetve a bólintási szögét. A magassági kormány alatt lévő függőleges vezérsíken lévő kormánylappal pedig a repülőgép mozgását koordináljuk fordulóban, hogy a forduló koordinát legyen, megfelelő körpályán haladjon, és a repülőgép úgy mondjuk, hogy ne csúszson, azaz ne befele, vagy ne kifele haladjon a körpályán, hanem a körpályán egy szép íven haladjon körbe-körbe. Ezt az oldalkormánylap kitérítésével hajtjuk végre. Az oldalkormánynak nagyon nagy jelentősége van egyébként akkor is, amikor a repülőgépnek megáll valamelyik motorja, különösen akkor, amikor a repülőgép szárnyán található a motor. Ugyanis amikor a repülőgép szárnyán lévő motor közül valamelyik megáll, akkor gyakorlatilag az az erő, ami ott föllép, az a tolóerő különbség, a repülőgép függőleges tengelyekről el akarja forgatni a repülőgépet, ezt szimulátorban nagyon jól ki lehet próbálni, és ennek a csavaróerőnek a kompenzálására szolgál többek között az oldalkormány lap, illetve az oldalkormány, amivel a jól képzett személyzet egy gyors mozdulattal a repülőgépet irányba tudja tenni, és meggátolja azt, hogy a hajtómű kiesés miatt a repülőgép vezethetetlenné váljon. Amit még itt látunk ezen a repülőgépen, egy nagyon érdekes hajtómű kialakítás, ez szintén a 70-es, 80-as években volt nagy divat, amikor a repülőgép hajtóműveit a repülőgép farkára, törzs hátsó részére helyezték el. Ennek különböző megoldásait láthattuk, különböző típusokon. Itt a parban látható a 234-es, aminek szintén két hajtóműve van a törzs hátsó részén. A JAK 40-es, aminek három hajtóműve van, egy a szélén és egyben középen egy ilyen S alakú légbevezető csővel kialakítva a törzsben. De ilyen volt annak idején a Lockheed TriStar, meg ilyen volt a klasszikus DC-10-es, most MD-11-esként repül. Amit itt még látunk ezen a hajtóművön, nagyon érdekes dolog, ez a repülőgép fékezését elősegítő, illetve megállás segítő berendezés, ez a sugárfordító, vagy tolóerőfordító berendezés, angol nyelven reverser, ez a leszállásoknak az egyik alapvető fékezési berendezése a mai korban a repülőgépeken. Ez nem csinál mást, mint ez a két
szárny, ami oldalt látható a gázkilépő, tehát a hajtómű kilépője mellett, ez becsukódik, bezáródik, és a hajtóműnek azt a tolóerejét, ami egyébként hátrafele mutatna, azt előirányba fordítja, és ezáltal hat fékezőleg a repülőgépre. Ez egy nagyon kezdetleges tolóerejfordító berendezés. Ennél sokkal erősebb és komolyabbak vannak már a mai repülőgépeken, sokkal nagyobb fékezőerőt kiváltva. Ennek akkor van jelentősége, majd meglátjátok a szimulátoron, amikor vizes pályára akartok leszállni, amikor a keréknek a fékezőereje, ami ugye elsődleges fékezés a repülőgépnek, a keréknek a fékezőereje csökken a nedves vagy a vizes pálya miatt, nem beszélve a jeges vagy havas pályáról, ott a kerékfék szinte hatástalan, akkor nagyon-nagyon nagy jelentőség van annak, hogy a repülőgépnek működik a tolóerejfordító berendezése, és azzal szállnak le a pályán. Az a fékezésnek egy nagyon nagy részét adja a nedves pályán.